Képek egy igazán szép tanítói karrier emlékeiből. A felvételeken a gyerekek társaságában Baksainé Kenesei Éva látható. Őt nyilván keveseknek kell bemutatni Tolnán, hiszen a nagycsaládosok egykori elnökét bizonyára sokan ismerik, mint önkormányzati képviselőt és egykori tanítót is. 1977-ben végeztem a gimnáziumban, és akkor indult Szekszárdon a tanítóképző főiskola, tehát mi voltunk az első évfolyama. 80-ban végeztem. 80-tól 81-ig a Faddi általános iskolában tanítottam elsősöket, és akkor volt lehetőségem, volt szabad hely Tolnán az első szám, akkor még első szám általános iskolában, és 81-ben idejöttem tanítani, és egész 2020 március 13-áig, mert ugye 16-án kezdtük az online oktatást, tehát addig jártam be az iskolába, utána ugye kezdődött az online oktatás, szeptembertől már a felmentési időmet töltöttem, és igazából december 17-től vagyok nyugdíjas. Baksainé Kenesei Éva tehát 39 évet tanított Tolnán, abban az iskolában, ahol ő maga is tanult gyerekként, és ahol az édesapja is tanító volt. És bár karrierje során voltak nehézségek, visszagondolva azt mondja, végig imádta munkája minden percét, hiszen gyerekekkel foglalkozhatott, azt tehette, amit már kislányként is akart. Egy pedagógus, főleg alsóban, tehát én most arról tudok beszélni a kicsiknél, valahol anyának is kell lenni. Nagyon sokszor volt az, és én erre büszke vagyok, és mondtam is a kolléganőmnek is, mint mondom, te ez olyan jó, hogy mit a második nap odaszalad, és azt mondja, hogy anya. Hát mondom, az anya az ő neki a legnagyobb kincse. Na most, hogyha egy első osztályban ilyen megtörténik pár nap után, az azt jelenti, hogy elfogadott a gyerek, és ez nagyon fontos. Bár most már ritkábban találkozik egyköri tanítványaival, Éva mégis azt mondja, most végre lesz ideje olyan alkalmakon is részt venni a gyerekekkel, amikre korábban munkája miatt nem volt ideje. Ebben van is egy kis lelkismert furdalásom, de lehet, hogy most majd be tudom pótolni, hogy nagyon sok helyre nem tudtam elmenni, ahova szerettem volna, hogy megnézem a gyerekeket, de mindig valami közbe jött. De most már talán ezt be tudom pótolni, és ha még meghívnak, akkor el fogok menni egy kézi meccsre, vagy egy bemutatóra, mert ez fontos. Elmondta egy kis tanítványunk, aki most már azt hiszem hetedikes vagy nyolcadikos, hetedikes, mert most vagyunk harmadikosok, hogy anno úgymond ráfogták, hogy ő megvert valakit, és én kijöttem az osztályból, és bekopogtam vele a másik osztályba, és tisztáztuk, és a mai napig emlékszik rá, úgymond nagyfiúként, hogy tehát amit az előbb is mondtam, hogy igen, fontos, nagyon fontos a gyerekeket meghallgatni, és úgymond az ő kis sérelmeiket is kinyomozni, utána járni, hogy hogy volt, mert mondom, a mai napig emlékezett rá, és ezzel köszönt el, hogy ő milyen hálás volt, mert ő rá húzták azt, hogy ő valakit megvert, és nem volt igaz, és akkor mentem, és kinyomoztuk. A koronavírus járvány némileg áthúzta Éva terveit. A digitális oktatásra való átállás ugyanis megnehezítette az egykori kollégáktól, tanítványoktól való elköszönést. Ennek ellenére az iskola pedagógiai közössége igyekezett méltó módon elköszönni a pihenő éveit megkezdő kollégájuktól, sőt a tankerület Éva közel 40 éves tanítói munkáját is elismerte tavaly év végén. Mondtam a kollégáimnak is mindig, hogy nem azt mondom, hogy most meghalni megy el az, aki nyugdíjban, mert hanem valaminek vége. A folytatás másmilyen lesz. Hát tényleg most ez a vírus helyzet teljesen átírta a folytatást is, mert a folytatás se így gondoltam, de hát, hogy valahol azért nyomon követték az ember pályáját meg. Hát nem tudom, hogy mennyire jellemző, de azért a mostani helyzetet az is figyelemmel kísérem, meg a gyerekeim által is látom. De azért egy munkahelyen lehúzni, hát egy év kivételével. Apukám is itt tanított, én is, tehát ebbe az iskolába jártam én is, ebbe az iskolába jártak a gyerekeim is, ebbe az iskolába tanítottam le a 40-39 évemet, tehát jó érzés volt. Az egykori tanító persze hülyen önmagához most a nyugdíjas évei elején sem tétlenkedik. Éva egyelőre igyekszik a pihenés minden percét kielvezni, és olyan dolgokkal tölteni az időt, amikre korábban nem volt ideje. Egy percet se unatkoztam még, amióta itthon vagyok. Lassan, nem azt mondom, hogy minden, de lassan kezdem tudni bepótolni azokat a dolgokat, amit nem sikerült eddig, és
Hát édesanyám gondozása is, tehát sokkal több időt vesz igénybe már, és hála isteni többet is tudok nála lenni, és úgy érzem, hogy akkor így azért jobb a helyzet, mint amikor futni kellett az iskolába, vagy a nagycsaládosra. Így megvan, hogy naponta hányszor megyek, főzök. Van, tehát mindig, nem unatkoztam, de úgy érzem, hogy én nem is fogok soha unatkozni, mert mindig van valami.